Itt a Hittudományi Főiskola épülete mellett kezdődik majd az egyház építkezése, várhatóan idén ősszel. A több célú kulturális épület egy múzeumot takar és egy tanulmányi ház létrehozását. A több száz négyzetméteres új épület turisztikai célokat is kiszolgál majd, de itt kap helyet a görögkatolikus egyházmegyei könyvtár, restaurátor műhelyeket és kiállító teret, valamint korszerű raktárakat is kialakítanak majd. A Szent Atanász Hittudományi Főiskola azon kívül, hogy teológusokat, a leendő görög katolikus papokat képzi, kántorképző, azon kívül jelentős felnőtt képzési palettával rendelkezik, és azon túl, hogy ezek a képzések hétvégén vannak, és ez a tanulmányi ház kiszolgálja ezeket a hétvégi tanulókat. Azon kívül a főiskolánk a Pápai Gergely Egyetem agregált intézménye, és jelentős kutatómunka folyik a főiskolánkon. A lendület kutatóprogramnak a nyertesei egy fontos helyszíne a főiskolánk, és számtalan évente több konferenciát szervezünk. Vendégprofesszoroknak, konferencia résztvevőknek fontos, de mégis a leghangsúlyosabb része ennek a fejlesztésnek az a múzeum lesz. A görög katolikus egyház művészeti gyűjteményhez jelenleg nehezen fér hozzá a közönség, illetve a könyvtár állománya is helyhiánnyal küzd. Ezeket is orvosolja majd az új épület. 2017 évvégén vált nyilvánossá, hogy 600 millió forint kormánytámogatást kap a görögkatolikus metropólia. Akkor elkezdődött a tervezési folyamat Balázs Mihály vezetésével, aki a főiskola épületét is tervezte. Várhatóan idén ősszel már az alapkövet is elhelyezik a belvárosban. Mindenképpen egy olyan épületet szerettünk volna, és szeretnénk Nyíregyháza szívében, Nyíregyháza belvárosában felépíteni, ami nem egyszerűen csak a görögkatolikus egyháznak szól, és a görögkatolikus egyházról szól, hanem Nyíregyháza városát gazdagítja azzal a kulturális és turisztikai kínálattal, amit mi ezen az épületen keresztül nyújtani tudunk. A várost és az ide érkezőket szeretnénk gazdagítani. Tehát nem egy szűken véve felekezeti intézménynek a létrehozására törekszünk. Jó lehet az egésznek a tartalma és az arculatának az egy görögkatolikus egyházi múzeum, történeti és művészeti múzeum, de a programjai és maga a terei, amiket kialakítunk, ennél sokkal tágabbak és nyitottabbak lesznek. Nyíregyházai és Mária Pócs, de lényegében egész Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is a magyarországi görögkatolikusok központja, ezért tervezték a megyeszékhelyre az új épületet.